Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Új hold a Bikában. 2024. május 8-án. Pozitív ez az új hold. Nagyon tetszik nekem. Na miért is? Bika, földjegy, az uralkodója, a Vénusz. A Vénusz maga a szépség, a Vénusz maga a pénz, és nem utolsó sorban a szerelem is. És most a Vénusz a Bikában van, tehát jól érzi magát, komfortosan érzi magát, szeret a Bikában lenni, természetesen hát az uralkodója, persze, hogy szereti a Bikákat. A Vénuszon kívül a Bikában van még a Nap, a Hold, és a Jupiter is a nagy szerencsének a bolygója, és az Uránusz is, aki maga a meglepetés, tehát itt a Jupiter és az Uránusz is bizony, hogy nagyon-nagyon támogatják ezt az új holdat. Én azt mondom, ez tényleg egy áldás, egy plusz áldás, hogy itt vannak velünk. Valami váratlanul megtörténhet. Váratlan, de ez jó dolog, pozitív dolog, meglepetés, ajándék, valamilyen fordulat, de aminek örülni fogunk. Ami nekem itt még nagyon tetszik, ugye ha erről a stéliumról beszélünk, Nap, Hold, Jupiter, Uranus, Vénusz, hogy nyitja ezt a stéliumot egyébként a Plutó, és a Plutó is a nagy pénz. Zárja viszont a Jupiter, maga a bőség. Középen viszont található a Neptunusz. A Neptunusz az álmaink, a vágyaink, tehát teljesülhet egy álmunk, egy vágyunk. Az új hold új energia, tehát nagyon jó itt valamit elkezdeni, valamit elindítani, valamibe belevágni. Főleg, ha az olyan terület, mint például pénzügyek, vagy művészet, vagy természet, ha itt valamit elkezdünk most újholdkor, egyébként újholdnak az energiáját 2 hétig érezhetjük, 2 hétig tarthat, vagy akár 1 hónapig. Tehát, ha itt valamit elkezdünk, akkor az eredményt megkaphatjuk, 6 hónap múlva. Láthatjuk az eredményt 6 hónap múlva. Nagyon jó energiák vannak itt. Tehát annyira klassz energiákkal dolgozhatunk, hogy tényleg, amit most elindítunk, vagy amiben belevágunk, vagy ami elkezdődik, az sikeres lesz. Tehát ritka az ilyen bolygóállás, az ilyen szerencsés bolygóállás. Most is érdemes 3 darab kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst, és természetesen a holdjegyet is. Kos, itt a 2-es ház érintett. Ez viszont maga a pénz. A pénz, tehát ezen a területen lehet valamilyen új lehetőség, valamilyen változás, és tényleg érdemes ezen a területen valamit elkezdeni. Ezt mindenkinek lehet ajánlani. Na nézzük, mit mondanak a kártyák. A 2-es ház még maga a hangunk is. Lehet valaki a hangjával elkezd pénzt keresni, elkezd oktatni például. Az önértékelésünk is a 2-es ház. Tehát az önértékelésünk nőhet. Lehet valaki azt fogja mondani, hogy na elég ebből a munkahelyből, mert itt nem értékelnek, keveset fizetnek nekem, változtatok. A táplálkozás is ide tartozik, és a Vénusz is maga a táplálkozás. Tehát ezen a területen is lehet valamilyen változás. Valaki lehet, hogy ő egészségesen elkezd táplálkozni például. 9-es kelyhek, hát ez nagy öröm, ez nagy boldogság. Lehet látni a kártyán is, hogy mennyire boldog ez a hölgy. Egyszerűen kicsattan a boldogságtól. Nagyon boldog.
A kelyhek megteltek boldogsággal, örömmel. Teljesül egy kívánságunk, egy álmunk. Vízenergia, érzelmek, vízenergia, a Neptunusz ide tartozik. Tehát itt akár teljesülhet egy kívánságunk határozottan. Lehet valaki megkapja azt a bizonyos pénzt, amit várt, azt a prémiumot, azt a szponzorálást, vagy azt a hitelt, vagy tehát bármi lehet ez. Bármi lehet. Vagy ez lehet maga a szerelem is, ugye a Vénusz maga a szerelem, és kelyhek, érzelmek. Tehát a lényeg, hogy itt van boldogság. Boldogság. Ötös kelyhek. Milyen érdekes. Egyszer fent, egyszer lent. Ötös kelyhek. Ez viszont maga a szomorúság. Maga a csalódás. Mit akar nekünk mondani ez a kártya? Na, milyen érdekes. A harmadik kártya maga a megoldás. Tízes. És ez a szerencsekerék. Három kártyát hoztunk, abból kettő pozitív. Tehát fordul a kocka. Ha netán valaki valamiért szomorkodik, akkor nem érdemes. Milyen a hold? Nagyon gyorsan változtatja magát. Egyszer teli hold, aztán kisebb, aztán megint nagyobb. Tehát gyorsan változtatja magát. Tehát ez a kártya is ezt üzeni nekünk, hogy gyorsan legyünk túl ezen a kis szomorúságon vagy csalódáson. Nem érdemes ezen rágódni. Fordul a kocka, sorsfordulat, megfordul a kocka. Tehát megint vár ránk ez a boldogság, ez a lehetőség. Sőt, ha netán valaki valamit elszalasztott, és ezen rágódik, bánkódik, hogy ott volt a lehetőség, és nem éltem vele, akkor itt kaphatunk még egy lehetőséget. Tehát egy második esélyt kaphatunk, ez karmikus kártya, ráadásul karmikus kártya. Hát az északi csomó, a karmikus csomó, a Ráhú, az egész évben a kosban van. Tehát ott a kos a főszereplő, a karmikus csomók, ó, nagyon erősek. Nekem nagyon tetszenek ezek a kártyák. Jó, tehát fel a fejjel. Ha tényleg valamilyen szomorúság lesz, vagy van, akkor jusson eszünkbe ez a kártya, a szerencsekerék, hogy megfordul ez az egész. Nem maradok én ilyen helyzetben. Sőt, ez a kártya azt szokta nekünk tanácsolni, hogy kapunk új lehetőségeket. Csak meg kell fordulni. Kettő darab új lehetőséget kapunk ráadásul. Tehát itt van ez a három kehely. Ezekkel már nem érdemes foglalkozni, nem érdemes szomorkodni. Bármi is legyen az. Bármi. Nagyon, nagyon gyakran ez a kártya mutat vérrokonokkal valamilyen konfliktust például. Nagyon gyakran. De olyat is mutat, hogy tényleg egy apróság. Elhagytuk a kedvenc fülbevalónkat, és emiatt szomorkodunk. Tehát nem tragédia. A lényeg, hogy itt fordul a kocka, rendeződik minden, tehát lesz itt boldogság. Lesz. Ha várjuk azt a pénzt, lehet, hogy nem jön időben, megkapjuk azt a pénzt. Megyünk tovább, milyen érdekes itt. Húzunk innen. Az a kártya is akar jönni, úgyhogy igen. És ez is karmikus kártya. Megszületik az igazság. Az igazságszolgáltatás, az ilyen fontos dolgok, a jogi ügyek is, a bírósági ügyek is ide tartoznak, a vizsga, amikor úgy ítélkeznek felettünk.
ha netán lesz egy olyan pillanat, egy olyan momentum az életünkben, amikor azt fogjuk érezni, hogy van egy lehetőség, de nem tudom, fogadjam el, vagy ne fogadjam el, mérlegeljünk, itt lehet látni, itt van a mérleg. Merre billen az a mérleg? Tegyük fel magunknak a kérdéseket. Ez boldoggá tesz engem? Jobb lesz az életem? Komfortosabb? Ez egy szerencsés lehetőség? Ha igen, akkor érdemes elfogadni. Ha nem tudunk határozottan igent mondani, aludjunk rá egyet. Akkor lehet, hogy érdemes egy picikét átgondolni a dolgokat, vagy nem elfogadni. És ez a kártya mit mond nekünk? Aha, ötös, akart jönni, és ez is pénz. Kettő darab ötöst kaptunk, az ötös az fordulópont, az a legnehezebb pillanat esetleg, amin túl kell lenni, amit meg kell élni és át kell lépni. Kész. Az ötös után már jön a hatos, az előrehaladás. Tehát fel a fejjel. Ez az ötös érmék, ráadásul pénz, mutathat vagy anyagi nehézséget, vagy váratlan anyagi kiadást, vagy lehet, hogy valaki tőlünk pénzt fog kérni, segítséget fog kérni. Nem biztos, hogy visszakapjuk ezt a pénzt, de valakin segíthetünk. Milyen érdekes. Milyen érdekes ez így. És a fekete macskák mit mondanak? Na, húzunk egy kártyát, húzzunk, mi van itt. Plutónak a kártyája, és ez is karmikus kártya, a harmadik karmikus kártya. Ez maga a halál, ez maga a nagy változás, a transformáció, az átalakulás. Ez komoly kártya megint, az komoly kártyákat kaptunk. Három darab karmikus kártya. Azért ez nem semmi. Hát nem hiába, mert az északi karmikus csomó, még egyszer mondom, az északi karmikus csomót most a kos megkapta. Tehát itt a kos a főszereplő. Az északi karmikus csomó viszont maga a jövőnk, a jövőképünk. Nagy változás. Ne szomorkodjunk, fogadjuk el a változásokat. Plutónak a kártyáját megkaptuk, és itt a Plutó is nagyon, nagyon jó helyzetben van. Ő is segít nekünk. A Plutó viszont a nagy pénz, a nagy változás, a hatalom. Ne ellenkezzünk. A Plutóval nem is érdemes harcolni. Alul maradunk. Biztos. Fogadjuk el a változást. Fogadjuk el. Tehát muszáj olyanak lenni, mint a víz. A víz alkalmazkodik, a víz felveszi azt a formát, amibe beleöntik. Tehát ha egy vázába, akkor annak a vázának felveszi a formát. Ha egy pohárba, akkor annak a pohárnak felveszi a formáját. Tehát itt ez a tanács. Könnyebb lesz. Könnyebb lesz, mert a Plutó, hát ő maga a sebész, ő hirtelen, és az Uránusz is, ugye, az is a hirtelen dolog. Tehát a hirtelen változás, váratlanul a Plutó valamit elvehet tőlünk, valamit lezárhat, és tehát igen, ő egy sebész, viszont aki narkózis nélkül dolgozik, fájdalomcsillapítás nélkül dolgozik. Tehát hirtelen ez fájhat, ez sokkolhat minket, de ha eltelik egy kis idő, akkor rájövünk, hogy jaj, de jó, hogy ezek a dolgok így történtek. Mert ha az nem történik, akkor nem leszek eléggé bátor, és nem lépek, és nem változtatok. Nagyon érdekes. Én még dolgoznék tovább ezen a kirakáson, mert három darab karmikus kártyát kaptunk, de már letelt az idő. Itt 5 percet terveztem beszélni, már több mint 10 percet beszélek. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!